Túró Dóra a stúdióban. Kezdjük csak, ami jó reggelt kívánunk. Köszönjük szépen, hogy nálunk kezdi a csütörtöki napját. Jó reggelt. Egy levegővel elmondtam. Gratulálok. Este kárász, Robi. Na, és aki még velünk kezdi, jó reggelt kívánok, szintén az Veres Gábor, ír az első kérdés is, lehet több szavas is esetleg. Én gyorsan, de azt muszáj megkérdeznem, hogy mi lenne az a szó, amit kiírna. Kiírtam tegnap az én is. Igen, kiírtam azt, hogy jövő, és egy család emojit tettem mellé. Na, hát akkor egy ennél lényegesen komolyabb kérdés. Hát ugye önökről sokszor azt mondják, hogy a Fidesz fiók pártja, ilyen információk terjednek, de ugye, meg hogy önökkel készítik elő majd a későbbi javaslatokat, vagy önök bemondják, ők meg elfogadják, de ennek némileg ellentmond, hogy a mostani javaslatcsomag, ami megjelent a napokban, tegnap volt sajtótájékoztat, aztán írásban is olvasható volt. Ugye szlogenszerűen jócskán hasonlít mondjuk Botka László fizessenek a gazdagok típusú kampányára, vagy Karácsony Gergely Tiborc adójára, de szóval ez itt mégiscsak egy ilyen baloldali javaslatcsomag, ami önöktől jön. Azokat például miért nem támogatták, mi a különbség ugye a két javaslat között, és hogy ezúttal egyeztettek Orbán Viktorral ténylegesen? Természetesen nem egyeztettünk Orbán Viktorral, és a baloldali pártokkal sem. Tehát itt le tudom zárni akkor azt a kérdést, hogy miért nem támogattuk az ő javaslataikat. Egyébként amiket mi megfogalmaztunk tegnap, azok a részünkről nem új keletűek. Tehát már a 2018-as alakulásakor a Mi Hazánk megfogalmazta azt, hogy vagyonadót kellene kivetni az oligarchákra, mert Magyarországon a társadalomban óriásiak a különbségek, ami nem normális, és ezt nem feltétlenül baloldali megfontolásból, egy szociális érzékenység miatt mondjuk, szeretnénk csökkenteni. Ha csak a nyugdíjakat nézzük meg, a hozzánk hasonló történelmi fejlődésű Lengyelországban a legalacsonyabb és a legmagasabb nyugdíjak közötti különbség az 7-8-szoros, Magyarországon pedig 100-szoros. Tehát egészen döbbenetes, hogy mekkora különbségek vannak, és egy ilyen helyzetben, amikor megint emberek fogják elveszíteni a munkahelyüket, gondoljunk csak például a vendéglátószektorra, és az nem tudják kifizetni effektíve akár nyugdíjasok, akár családok a rezsiszámlákat várhatóan 2-3 hónap múlva, akkor bizony szükség van arra, hogy egy ellenzéki párt is megfogalmazzon olyan javaslatokat, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehetne segíteni ezeket az embereket. Éppen az önök műsorában is beszélt egyébként Flesch Tamás, a Vendéglátók Szövetségének elnöke arról, hogy még a Covid-nál is nagyobb kárt fog okozni a rezsi megnövekedése ebben a szektorban. 300-350 ezer ember megélhetése válhat gyakorlatilag semmissé egyik napról a másikra, és semmilyen kormányzati intézkedést, segítségnyújtást még csak be sem jelentettek, nem is beszél erről egyáltalán a kormány, tehát óriási a probléma, és ezért fogalmaztunk meg olyan konkrét javaslatokat, amelyek segítenék ezeket az embereket. Ha nem kérdeztek, kérdezik. Vele vagyunk, mi is kérdezünk. Menjünk bele itt a részletekbe, mert hogy ugye valóban a Facebook, a Google vagy az Amazon megadóztatása a kormánynak is célja, az uniónak is célja volt, csak beletörött a bicskája. És szintén ugye a vagyonadóval kapcsolatban, tehát hogy ez sem egy könnyen, és a vagyonadóval kapcsolatban még amikor ez Botka László vezetett, akkor is sokan mondták, hogy persze ez egy igazságos elgondolás, csak nagyon nehéz kivitelezni, nagyon nehéz megfogni az óriás vagyonokat, mert nagyon könnyű ide oda-amoda más nevére iratni. Tehát ez mind-mind olyan javaslat, ami nagyon bonyolult, nagyon nehéz kivitelezni, miközben a pénz az embereknek most kéne. Igen, 12 éve kormányoz Orbán Viktor kétharmaddal, tehát 12 év alatt egy teljes államapparátusnak már ki kellett volna találnia, hogy hogyan lehet akár a vagyonadót, akár ezeket az óriás cégeket megadóztatni. De mondok egy másik szektort. Nagyjából a multinacionális kereskedelmi láncok és az autóipari vállalatok, amelyek Magyarországon tevékenykednek, körülbelül annyi pénzt visznek ki egy évben, amennyit a rezsivédelmi alapba egy évre a kormány betervezett a teljes lakossági támogatásba. Tehát őket szintén be lehetne vonni viszonylag könnyen a közteherviselésbe. A kaszinókat is említhetnénk, említettük is a tegnapi sajtótájékoztatón is. Orbán Viktor ezt elintézte azzal, hogy koncesszióban működő vállalatokat nem tud megadóztatni. Hát kétharmaddal új alkotmányt is tudott írni, mindent meg tudna csinálni a Fidesz. És az is egy probléma a kormánynak a gondolkodás módjával,
hogy akkor kezd el a problémával foglalkozni, amikor már itt van. Tehát egy hosszú távonra kellene tervezni a kormánynak, vehetjük az aszály témáját is. Most, hogy ilyen brutális aszály volt Magyarországon, most elismerte Orbán Viktor, hogy igen, kormányzati mulasztás is történt azért, mert a vízgazdálkodás az nem megfelelő, nem történtek meg azok az intézkedések, amelyekkel el lehetett volna kerülni, vagy legalábbis csökkenteni lehetett volna a károkat. Tehát nem csak akkor kell a gazdaságot igazságosabbá tenni, amikor már itt van a baj, hanem úgy kellene kormányozni, tudatossággal jövőre, hosszú távra tervezni, hogy ezeket az intézkedéseket meg tudják már hozni korábban is. Azt szeretném megtudni, hogy ezt a válságkezelő csomagot és ugye ezt a kompenzációt a gyakorlatban hogyan tenni érzékelhetővé a mi hazánk? Tehát hogyan működne? Megvizsgálnák az anyagi jövedelmeket, nem tudom én, nyugdíjakat, hoznának egy vonalat, és az alatt vannak, nem tudom, akkor fizetnének valamekkora összeget? Alapvetően ugye az a rezsim megszorítás, amit bevezetett a kormány, elsősorban a családi házban élőket, illetve a több nemzedék, több generációs háztartásokat sújtja. Tehát mindenképpen azoknak az embereknek, akik ilyen körülmények között élnek, és szükségük van arra, hogy támogatást kapjanak, hiszen effektíve nem tudják kifizetni majd a számláikat. És ott vannak a nyugdíjasok, akikről szintén nem szabad megfeledkezni, mert több százezer honfitársunk él olyan alacsony nyugdíjjal, ami egyébként alacsonyabb, mint a létminimum Magyarországon, tehát ők nyilvánvaló szintén, hogy nem fogják tudni kigazdálkodni. Jó, de minden nyugdíjas összeget kapna akkor ebből a támogatásból? Nem, alapvetően meg kellene vizsgálni, hogy kik azok, akik ténylegesen rászorulnak, és egy szociális alapon kellene a nyugdíjasoknak, illetve a családokat is ilyen alapon kellene támogatni, hogy aki nem tudja kifizetni ezt a többletet, mert nincs annyi jövedelme, de mellette dolgozik természetesen, saját önhibáján kívül kerül ilyen nehéz helyzetbe, azokat kellene elsősorban támogatni. Ugye azt tudjuk, hogy a top 100-nál lévő összes pénz, ami így látható, az 6500 milliárd forint. Amit a top 100 alatt a leggazdagabb. A leggazdagabb, igen. Az egy jelentős összeg, és ennek azt hiszem azt javasolták, hogy 2-5% legyen ez az adó, tehát legyen egy 2-5%-os sáv is. Annak az értéke ez egy 300-400 milliárdos tétel is lehet, hogyha az összes ilyen nagy vagyont megadóztatják Magyarországon. Ez mondjuk 400 ezer millió forint, amikor 4 millió embernek lehetne 100 ezer forintot adni. Hol húznák meg azt a határt, amikor azt mondják, hogy ő rászorul? Tehát azt mondja, a szociális alapon, engem nagyon érdekelne, hogy mit tekintenek önök szociális alapnak. Tehát, hogy mi az a pont, ahol még jár, és ahol már nem jár. De alapvetően egyrészt a dolgozói szegénységben élők azok, akiket meg kell segíteni. Tehát az állami szférában, hogyha körülnézünk, nem találunk gyakorlatilag olyan ágazatot, ahol normálisan, tisztességesen megfizetnék az embereket. Elég csak a tanárokra gondolni, rengeteget beszélünk erről, hogy milyen alacsony fizetésekért dolgoznak a tanárok. Emiatt ugye létszámhiány is kialakult, az egész oktatási rendszer gyakorlatilag az összeomlás szélén áll, és nekik mindenképpen szükség lenne arra, hogy ezeket a támogatásokat megkapják, de hát a legfontosabb az lenne, hogy a béremelés megtörténjen az oktatási ágazatban, tehát ezt ebből a befolyó összegből akár béreket is lehetne finanszírozni. Az egészségügy, a szociális rendszer, a közigazgatás ugyanígy, tehát mindenképpen az állami dolgozók olyanok, akik segítségre szorulnak. Emellett, akik el fogják most veszíteni a munkájukat, azok a vállalkozások, amelyek csődbe mennek, látjuk ezt is szeptember 1-én, ahogy megjöttek az első rezsiszámlák, szintén volt a Facebookon egy ilyen cunami, amely alapján láttuk, hogy milyen vállalkozások, elsősorban vendéglátóhelyek azok, amelyek bejelentették, hogy itt a vége. Őket ugye az elmúlt 2-3 évben a Covid okozta lezárások is sújtották, tehát a tartalékaikat, azokat arra már szinte mindannyian felélték. Megjegyzem, például a McDonald's meg bejelentette, hogy még idén 7 új éttermet fog nyitni Magyarországon, tehát itt is egy óriási különbség van, hogy a multicég még terjeszkedni is tud ilyen körülmények között is, a magyar vállalkozások, azok pedig tönkre mennek, ez is mutatja, hogy a kormánynak a politikája elsősorban a multik támogatásában merül ki. Én témát váltanék, hogyha ide nincs tőle. Ide volna, egy kapcsolódik ehhez, szabad? Nagyon gyors lesz. Gyors. Annyi, hogy ezzel kapcsolatban mondják az országos romai önkormányzatot, csak azért, hogy tehát ha egyszer behozunk 400 milliárd forintot abból, hogy megadóztatjuk a gazdagokat,
És ők azt javasolják, hogy az orrútól is meg kell vonni az összes támogatást, mert hogy az maffia szervezetként működött. De hogy így ez nem érzem, hogy ebben ennek pont erre volna szükségen, még 400 milliárdhoz azt a pár milliárdot elvonni az orrútól. De ha mondanak ilyet, akkor miért nem tesznek hozzá, vagy van-e alternatív javaslatuk, hogy hogy kéne működtetni az orrőt, vagy ki legyen, vagy mi legyen, és arra nem gondoltak-e, hogy az Országos Roma Önkormányzat az nem néhány bűnözőből áll, hanem nyilván ott egy számos ember képvisel valóban roma érdekeken. Hát nem csak most volt probléma az Országos Roma Önkormányzatnak a gazdálkodásával, meg a működésével, hanem ez egy évek óta zajló kálvária, amit láthattunk. Tehát többször verekedésbe torkoltak ezek a közgyűlések, és ehhez hasonló események történtek. És nyilván összegét tekintve szimbolikus valóban a vagyonadóhoz, vagy a multik megadóztatásához képest, de szerettünk volna arra is felhívni a figyelmet, hogy azért vannak olyan kisebb tételek is a költségvetésben, amelyeken akár lehetne spórolni, és egy elvi kérdés is, hogy ilyen körülmények között, ahol elsikkasztják, ellopják a pénzeket, és nem tudnak megfelelő politikai kultúrával viszonyulni egymáshoz sem, ilyen szervezeteknek ne adjunk állami támogatást. Az én kérdésem az a Horthy szobor avatással lenne kapcsolatos, mert hogy a következő nap ugye holokauszt túlélők voltak a parlamentben, és csak két történetet röviden, csak hogy érzékeljük, hogy itt személyes sorsokról van szó. Egy Zomer Katalin nevű túlélő úgy fogalmazott, hogy ő például az édesanyja és az öccse érte csak túl a háborút, az apját munkaszolgálatba vitték, ahogy gyakorlatilag agyonverték, és hogy egyszerűen ő nem hiszi el, hogy van olyan, aki azt gondolja, hogy Horthynak lehet szobra a magyar parlamentben, és egy másik asszony pedig úgy fogalmazott, akinek szintén az édesapja a kiugrási kísérlet után tűnt el, hogy úgy avattak szobrot a parlamentben, hogy az a parlament valójában mindenki, a maguké, az enyém és az egész magyarságé. Ezekre a konkrét történetekre mi jönnek a reakciója, vagy ezeket az embereket nem képviseli a Mi Hazánk mozgalom, mert hogy olyan mély sebeket tépet föl láthatóan ez a szoboravatás, hogy ezek abszolút releváns felvetések, hogy akkor ők nem fontosak a Mi Hazánknak. Az a reakcióm erre, hogy ezek az emberek Olán Lajos képviselő úr beléptetésével jöttek be az országgyűlésbe. Igen, mert ő a DK-nak a képviselője. És? A DK elnöke egy olyan ember, aki a KISZ KB központi titkára volt. Tehát nem szobrot állítottak valakinek, hanem az az ember, aki a KISZ KB központi bizottságának... Aki elvesztette a holokauszban a családját, annak mi köze ahhoz, hogy kivitte őt be a parlamentbe? Az, hogyha őt bármilyen diktatúra zavarja, akkor ő Gyurcsány Ferenc, azt kellene elsőként követelnie, hogy a magyar közéletben Gyurcsány Ferenc ne vehessen részt, mert ő egy olyan diktatúrának volt központi vezetője, amely Magyarországon is több millió ember életét nyomorította meg, és az emberek haláláért felelős. Hasonlítsuk már össze Horthy Miklósra, Gyurcsány Ferencet, tehát hogy meg az irányosban, hát tényleg ilyen Rétvári Bencei magasságokban vagyunk a gyurcsányozással, de nem, hogy tényleg gyurcsány, a kérdés... Én nem gyurcsányoztam, én egy érvet mondtam. Ma az országgyűlésben bent ülhet egy olyan ember, aki a kommunista rendszer vezetője volt. Szerintem, nagyon sok ilyen ember ül ott benne. De ne Gyurcsány Ferencről beszélünk, hanem ezeknek a holokauszt túlélőknek a felháborodására, ha mondjuk őket nem a DK viszi be, mert nyilván vannak még pár tízezren az országban, akiket nem a DK vitt be, viszont ugyanezt gondolják, nekik mit mond a Mi Hazánk mozgalom, hogy az ő érzékenységük ezt a pártot nem érdekli láthatóan. Nem így van. Arról van szó, hogy szeretném, hogyha Horthy Miklós megítélése az a valóságnak megfelelően történne Magyarországon, és annak nagyon örülök, hogy például a szoborállítás kapcsán elindult egy vita a történészek körében is, és én tervezem is azt, hogy több történészt meg fogok szólaltatni a saját csatornáimon, a saját lehetőségeimhez mérten, Horthy Miklós szerepével kapcsolatban, és nagyon örülnék neki, hogyha baloldali és jobboldali gondolkodású történészek is leülnének egymással kulturált vitát folytatni. De amikor megtörtént ez a szoborállítás, a DK szintén kiadott egy közleményt, amiben 7-szer leírták, hogy náci, és olyan mondatokat írtak le, hogy aki náci, az náci. Ezzel a színvonallal én nem tudok mit kezdeni. Én nem is erre kérdezem. Bocsánat, igen, hogy de valószínűleg, hogy itt mi arra próbálunk, meg Emília is azt szeretné öntől hallani, vagy esetleg nem hallani, hogy együtt érez az áldozatokkal, vagy az áldozatok hozzátartozóival, vagy tényleg közömbös.
azt többször elmondtam, hogy Horthy Miklósnak a munkásságát, és ott a szoborállításkor is elmondtam, lehet jogosan kritizálni, jobbról és balról is, tehát ilyen értelemben nem tekintem makulátlannak Horthy Miklós teljes történelmi tevékenységét. Ugyanakkor a legfontosabbnak azt tartom, hogy egy olyan helyzetben, amikor Magyarország egy világháború után volt, a Tanácsköztársaság után volt, Trianon után volt, ekkor egy gazdasági és kulturális értelemben vett megerősödést és fellendülést tudott hozni Magyarországon az ő kormányzása, és egyébként vagy kormányzói munkássága, és egyébként ordító a párhuzam az 1990 óta eltelt időszak, és a és az első világháborút követő. Ugye a gazdasági fellendülés az Bethlen nevéhez köthető, mert Horthy nem értett a gazdasághoz, viszont nem hangzott el az a szó például, hogy együtt érez az áldozatokkal vagy a hozzátartozókkal. Nem gondolom, hogy nekem ilyen kényszerem lenne, hogy mindenkinek a fájdalmával együtt érzésemet sorozatosan ki kellene fejeznem. Visszajutottunk a nyitó kérdéshez, hogy akkor a Mi Hazánk Mozgalom ezeket az embereket nem képviseli. Most ez a kérdés, mi mindenkit szeretnénk képviselni természetesen, de elsősorban azt nézzük meg az emlékezett politika tekintetében is, hogy mi az, ami tekintetében hazugságban élünk, akár a 40 év kommunizmus, akár az ezt követő 30 éves liberalizmus következtében, és szeretnénk ezeket a kérdéseket a helyükre tenni, Horthy Miklós megítélését is szeretnénk a valóságnak megfelelővé tenni, mert szerintünk ez nem így van. Ugyanakkor ez egy ilyen kvázi küldetése a Mi Hazánknak, amikor Trianonra elkezdtünk emlékezni 20 évvel ezelőtt, és Ismerős Arcok zenekart hallgattunk, akkor is ez volt, hogy nácik vagyunk, meg fasiszták vagyunk, meg hogy lehet ez, meg irredenták vagyunk, és ebből majd diplomáciai, meg nemzetközi botrányok lesznek. Hogy vannak tás kérdések, hogy Horthy kapcsán. Szobrot azok szoktak kapni, akiket egyértelműen tisztelet övez, akiknek nem ennyire kétes a tevékenységük. Ez nem így előbb állítunk egy szobrot, és utána megpróbáljuk megmagyarázni a történészekkel, hogy Horthy Miklós mégis miért volt akkor a nagy ász, hogy szobrot érdemel a magyar parlamentben, azt szerintem elég furán hangzik. Nagy Imre padlásöprő kommunista miniszter volt az 1956-os forradalmat megelőzően, és szobra van. Rengeteg ember megérhet. Róla már tisztáztuk egy jó néhány éve, hogy mi volt a szerepe. A Horthy Miklós ember, mindig vitatkozunk. Akkor ez probléma, hogy majdnem, sőt, 100 évvel a kormányzói működése után Horthy Miklósról még mindig vitatkozni kell. Ez a politikának. A deportálások és a zsidó törvények kapcsán és abban betöltött szerepében nincs vita igazándiból. Viszont be kell fejeznünk, ezt a vitát mi majd máskor folytatjuk. Köszönjük szépen. Igen, köszönjük. A lehetőséget.